együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. Akár ez a Vas Albert idézet is lehetne ma esti műsorunk mottója a Székely Szabadságnapja alkalmából. A következő 45 percben a székely autonómia törekvés mellett arról is beszélgettünk, hogy vajon miért növekszik az eltérés a külhoni magyarság nemzeti, etnikai és politikai identitása között. Vendégeink Pótápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Demeter Szilárd a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, miniszteri biztos és Kántor Zoltán a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója. Jó estét kívánok az uraknak! És mielőtt elkezdenénk ezt a beszélgetést, azért nézzünk meg egy rövid összeállítást a tulajdonképpen összefoglalót a Székely Szabadság napjának történetéről. A Székely Nemzeti Tanács 2012. január 6-ai határozata alapján minden év március 10-én rendezik meg a Székely Szabadság napját, melynek központi helyszíne Marosvásárhely, de ezen a napon számos településen, így az anyaországban is megemlékezéseket tartanak. Az eseménnyel azt szeretnék elérni, hogy minél többen lássák a székelyek kiállását a területi autonómiáért, a magyar nyelv és a nemzeti jelképek szabad használatáért. A Székely Szabadság napján az 1854. március 10-én kivégzett székelyvértanúk előtt is tisztelegnek, akik a magféle összeesküvés tagjaiként az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját akarták újra fellobbantani. A marosvásárhelyi postaréten kivégzett hősök a bátorság és a hűség örök példaképeivé váltak. Az idei emléknapon kiemelt figyelmet kap az a 12 hónapos aláírásgyűjtési akció, melyből már csak 2 hónap van hátra, és amiért a Székely Nemzeti Tanács 6 évig pereskedett az Unió Bírósága előtt, hogy létrejöhessen. A kezdeményezés tétje a határon túli magyar közösségek megmaradásának elősegítése uniós forrásokon keresztül. A Székely Nemzeti Tanács szerint az autonómia legitim és alapvető közösségi törekvés, és semmiképpen sem az ország integritását veszélyeztető szélsőséges álláspont. Vasárnap március 15-ét ünnepeljük a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének napját, és mivel annyira közel van ez a dátum, nyilvánvalóan egyfajta történelmi párhuzamként föl lehet vetni azt, hogy tulajdonképpen valamiféle közösség van a két ünnepben, a Székely Szabadság napjában. A Székely Szabadság napja a nemzeti önrendelkezésért, illetve a nemzeti autonómiáért, a nemzetiségi autonómiáért van, 1848. március 15-e pedig a nemzeti önrendelkezésért. Önök szerint helyes ez a párhuzam? Vagy annyira távol van a két történet, hogy ezzel már nem érdemes foglalkozni? Államtitkár úr. Nem tudom, melyikünk kezdje. Jó estét kívánok, én is üdvözlöm a nézőket. Valóban így van, hát a párhuzam abszolút vonható, hiszen a két történelmi esemény is összekapcsolódik. Egyrészt 1848. március 15-e a forradalomnak a kitörésének a napja, amely ugye már a nyáron, illetve az ősz folyamán 1848-ban szabadságharcba ment át, és azt követően pedig 1854. március 10-én a székely vértanúkat kivégezték Erdélyben, a Székelyföldön, Marosvásárhelyen. Ők is gyakorlatilag ugyanazt a forradalmat, illetve szabadságharcot akarták folytatni, amit néhány évvel ezelőtt a császári önkény, hanem inkább a cári segítséggel az osztrák csapatok tudtak leverni. Én azt gondolom, hogy a forradalomnak és a szabadságharcnak gyakorlatilag ugyanaz volt a célkitűzése, mint évszázadokkal azelőtt is a magyar szabadság küzdelmeknek, és a későbbiekben is mindig a nemzeti függetlenségnek a megteremtése, a nemzeti önrendelkezésnek a kivívása, a magyar nemzet megmaradási esélyeinek a növelése. Ez volt a kérdés gyakorlatilag 1703-ban, ugyanez volt a kérdés 1848-49-ben, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy valahol 1918-ban is,
és 1956-ban is. Tehát a párhuzam mindig megvonható ezek között a történelmi események között, és hát nyilván 1848 és 1854 pedig abszolút közel áll egymáshoz, és a széke és a magyar szabadság pedig elválaszthatatlanok egymástól. Főigazgató úr, ön azt szokta mondani magáról, hogy 110%-os székely. Úgyis, mint 110%-os székely. Mit gondol, hogy mennyire áll a székelység? Milyen távol vagy milyen közel áll a székelység most az autonómiához, az önrendelkezéshez? De formál jogilag nézünk, akkor kb. 240 ezer aláírásra tartunk. Valami ekkörül a nemzeti régiók érdekében kiírt európai polgári kezdeményezésnek. A Románia alkotmánya továbbra sem engedi meg ezt a típusú autonómiát, semmilyen típusú autonómiát nem enged meg ebből a szempontból, etnikai biztosan nem. Azon gondolkodtam itt közben, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot ugyan elbuktuk, de nyertünk egy annyit, hogy megszületett a modern magyar nemzet. Viszont a modern székelyföld, ami egyfajta kerete lehetne a modern székely magyar népnek, vagy nemzetiségnek, vagy székely magyar népcsoportnak, az mai napig nem született meg. Tehát az, amikor arról beszélünk, hogy autonómia, akkor nem arról beszélünk, hogy egy kis országot szeretnénk Románián belül, bár ahogy egy székelyek mondják, legalább kiukadna a feneke az országnak, de hogy megszülethetne az a modern székelyföld, ami egyfajta belső anyaországként megtart erővel bírhat Erdélyen belül is. Tehát, hogy jó lenne az. Mi hiányzik ehhez? Hát én most egy kicsit ünneprontó leszek, leginkább a mentalitásváltás, tehát mi hiányzunk székelyek mögüle. Tehát, hogy itt lehet hivatkozni Romániára, lehet hivatkozni az Európai Parlamentre, lehet hivatkozni egy csomó minden külső tényezőre, de ez igazából rajtunk áll vagy bukik, hogy meg tudjuk ezt magunknak teremteni, mármint mi székelyek, és képesek vagyunk-e egységes székelyföldben gondolkodni, és úgy megszervezni a székelyföldi életet, kihasználni azokat a részleges autonómiákat, önkormányzatiságokat, amelyek a román állam keretén belül is már adottak, illetve képesek vagyunk gazdaságilag értelmezni székelyföldet. Nekem a kulturális identitásunkkal ilyen szempontból nincs bajunk. Tehát, hogy azért pontosan tudjuk, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy székelyként egy picivel jobbak, mint a magyarok, tehát, hogy ezt azért megtartjuk magunknak ezt az előjogot. A gazdasági identitásunkkal viszont bajok vannak. Tehát, hogy a székelyföldi vállalkozói kultúra az nem alakult még ki, nem egymást erősíti, hogyha 50 banival olcsóbb a románnal üzletelni, akkor a románokkal fogunk üzletelni. Tehát vannak még olyan típus problémák, amelyek leginkább rajtunk állnak. És a harmadik, tehát, hogy igazából tartalommal nem töltjük meg ezt az autonómiát. Tehát, hogy miről szólna ez a bizonyos székelyföld, honnan, hová, mettől, meddig tartana. Tehát rajzoltunk térképeket, de amíg Csíkszereda városállamában nem látunk át Sepsiszentgyörgy városállamában, kettő között egy órás autóút van, addig abból nem lesz autonómia. Ez megdöbbent, amit mondott. Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Ez a dolga gyakorlatilag, hogy ezeket a lehetőségeket feltárja és kiteljesítse, és tanácsokat adjon a kormányzatnak, meg az ottani politikusoknak. Mit tudnak önök mondani ebben? Hát folytatom én is ezt a gondolatsort, hogy nagyon fontos, hogy legyen autonómia, és akkor a magyarok, vagy akik azon a területen élnek, románok és mások is, hogy döntsenek az adott terület, az adott népcsoport jövőjéről. De én sokkal fontosabbnak tartom azt, amiről hát az előbbi felszólaló kollégák is beszéltek, mit csinálunk az autonómiáig. És én úgy gondolom, hogy erre összpontosítunk a kelleténél kevesebbet. Nekem meggyőződésem, hogy csak egy erős közösség bívhatja ki az autonómiát. Én nyugodt vagyok, ha meg lesz az autonómia, mindenki tudni fogja, hogy ott mit kell csinálni. Addig kell azt a társadalmat, de tágabban itt a határon túli magyarságra gondolok, hogy saját magának legyenek modernizációs elképzelései. Ehhez persze a magyar állam támogatást biztosítson. Kulcskérdésnek látom a szervezettséget, az együttműködést. Egyébként a mi kutatásainkból is az derül ki, hogy nincs együttműködés a különböző tegyük fel egy szférában a dolgozók között, jelenleg például a turizmusra gondolok. Egy korábbi kutatásunk azt mutatta ki, hogy nem építik fel az egyhetes turista utat az oda
látogatónak, hogy átadják egyik panzióból a másik, egyik program másikhoz, és egészen biztos, hogy ez többet hozna, és ez nagyon sok területen ezt látjuk, ezt az együttműködés hiányát. És hogyha megvan, megvan az a vízió, amit a helyi közösségeknek kell kidolgozni, abban a rendszerbe felállítani, összehangolni, innovatívabbak legyünk, mert úgy gondolom, hogy egy többség-kisebbségi versenyről van szó a szomszédos államokban. Nekünk nincsenek meg a külhoni magyar közösségeknek azok a forrásai, mint az adott államnak. Tehát innovatívabbak kell legyünk, és a magyar állam forrásait jól felhasználni, erős közösségé válni, és akkor másként lehet az autonómiát ért küzdeni. Hát igen, az autonómia azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és nagyon kézzelfogható és konkrét dolog, és talán a szimbólumok ebben az esetben, amit nagyon sokszor a politikában használnak, nem feltétlenül helyesek, de ugye a Székely Szabadság napján mindig megszületik egy petíció, most is megszületett, ugye Marosvásárhelyen olvasták volna föl, de hát a koronavírus járvány miatt a szervezők lemondták, viszont Sepsi Szentgyörgyön elhangzott a megemlékezésről, Száva Enikő kollégán küldött egy tudósítást, most ezt megnézzük, és utána beszélünk egy picit a petícióról, és hogy vajon valódi megoldásokat nyújt-e az, amit ott leírnak. Ezt a kis teret itt Sepsiszentgyörgyön a Székely Szabadság terének kívánta elnevezni tavaly a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat. A kormánybiztosi hivatal mellett működő utcanévtábla bizottság viszont megakadályozta ezt. Ennek ellenére, akik itt az eső ellenére ma eljöttek, hogy megemlékezzenek a székely vértanúkról, úgy érzik, hogy övék itt a tér. Ferenc Csabát, a Székely Nemzeti Tanács tájékoztatási alelnökét kérdezem, hogy miért él ennyire erősen a székelyekben még mindig a szabadság igénye, miért foglalkoztatja őket a szabadság gondolata? A székely közösség a történelem folyamán mindig is egyfajta önállóságra törekedett. Az utóbbi száz esztendőben pedig fokozottan nincs meg a szabadság a székely közösségnek, és nem csak nemzetiségi szempontból, hanem gazdasági értelemben is, elsősorban az elmúlt 30 esztendőben, de említhetnénk a kommunizmust is, amikor a székelyföldi betelepítés tulajdonképpen az iparosítás jegyében történt. Megfogalmaztak most egy petíciót is, amelyet szeretnének eljuttatni a kormányhoz. Mit tartalmaz ez? A petíció az alapvető követeléseinket tartalmazza, tulajdonképpen nem változik immár évek óta, hiszen a területi autonómiát kívánjuk elérni. Ennek érdekében természetesen nem csak petíciókat nyújtunk be, hanem most van a parlamentben ismét benyújtottuk a törvénytervezetet, amely megteremtheti az alkotmányos és törvényes garanciáit az autonómiának. És mindez nagyon szorosan összefügg a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésével. Hogyan? Ez tulajdonképpen már az autonómia gondolatának a kiterjesztése Európára, illetve annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy Székelyföld megjelenjen Európa térképén, mint önálló régió. Hiszen maga a statutum is ezt tartalmazza, hogy önálló fejlesztési régióként határozzák meg Székelyföldet. És ha nem is de jure, de de facto egyfajta mechanizmus, finanszírozási mechanizmus révén meg lehet teremteni azt, hogy Székelyföld megjelenjen Európa térképén, meg lehet teremteni azt, hogy a Székelyföld szakpolitikai fejlesztését elősegítő intézmények megalakuljanak. Nagyon szépen köszönöm. Ehhez kell tehát minél több aláírás május 7-éig, mert hiszen 1 millió aláírásra van szükség, ezért a nemzetirégiók.eu honlapon mindenki hozzájárulhat támogatásával, támogató aláírásával a kezdeményezés sikeréhez. Szerintem nagyon sokan elkedvetlenedve hallgatták azt, hogy az egyik célkitűzés, hogy Székelyföld megjelenjen Európa térképén. Az a Székelyföld és az az Erdély, amely gyakorlatilag a vallásszabadság jelképe volt évszázadokon keresztül, az az Erdély és az a Székelyföld, amely gyakorlatilag a nyugat határát jelentette, és keleti Svájcként emlegették, és közben most ott tartunk, hogy arról kell beszélnünk, hogy Székelyföldöt meg kell jeleníteni a térképen, és ráadásul most van Trianon 100. Nem véletlen. Én azt gondolom, hogy egyébként
néhány évszázadot visszamehetünk a történelembe, talán van olyan hosszú ez a beszélgetés, hogy egy-két percet elidézhetünk emellett. A középkori Magyarországot úgy is fel lehet fogni, mint autonómiáknak a halmaza. Ugye a különböző szabad népek mind autonómiát élveztek Magyarországon belül, így volt ez a jászokkal, kunokkal. Sokáig egyébként a Magyarországon élő, különböző területeken élő székely csoportokkal is, és ezen a Magyarországon belül Erdélynek is volt egyfokú autonómiája. Ugye önálló vajdaság volt, és Erdélyen belül pedig Erdélyt igazából három nemzet alkotta, a székelyek, akik azon belül is önrendelkezéssel bírtak, a székely székek, a Szászföld vagy a Királyföld és a magyar nemesi vármegyék. De egyébként a magyarországi nemesi vármegyék is nagyfokú autonómiával bírtak az országon belül, és akkor még nem is beszéltünk ugye Horvátországról, illetve a különböző bánságról, amelyek Magyarország déli határán húzottak az Adriától egészen a mai Havasalföldig. Ezek biztosították a királyi Magyarországon azt, hogy gyakorlatilag minden nép, népcsoport és elsősorban a nemesség a jogait tudta érvényesíteni a feudális berendezkedésen belül. Most ez az autonómia halmaz az 1800-as évek második felében vagy utolsó harmadában a vármegyék létrehozásával gyakorlatilag mindenhol megszűnt. Ez a székelyeknek ebből a szempontból egy erős visszarendeződést jelentett. Igazából mindig is Magyarország vagy Erdély keleti határán húzódott a székelyföld, főleg amikor már elveszítette a határőrizeti elsődleges szerepét, ugye amikor nem kellett már a keleti határokat védeni, akkor még inkább a fontosságukat elveszítették, és így gyakorlatilag egy peremterülete lett az országnak, a gazdasági elmaradottság, illetve nem olyan gyors fejlődés már innen is datálható. Ha megnézzük mondjuk a 18. századi Magyarország gazdasági fejlettségi térképét, amit egyébként a Nemzet Politikai Kutatóintézet már elkészített, vagy többször elénk tárta, és a mostani Kárpát-medencét összevetjük, azt láthatjuk, hogy nagyjából ugyanazok a területek, nagyjából, tehát nagy eltérések vannak, de azért nagyjából ugyanazok a területek voltak akkor is, meg most is a legfejlettebbek, hogyha csak néhányat mondjunk, ugye az akkor Északnyugat-Magyarország, ez elsősorban mostani Szlovákiának a délnyugati területeit, Posony, Központ, Győr, Sopron, tehát ezekre a területekre kell gondolni, egy központi rész, Pest, Buda, vagy most Budapest, és hát Erdélyben, vagy a mostani Erdélyben, Románia, ami Romániához került, ott pedig alapvetően Temesvár, Brasson, Nagyszeben, Kolozsvár vidéke azok, amik kiemelkedtek, de ebben nem tartozik bele a székelyföld. Az, hogy a székelyföldről, mint önálló régióról tudjunk beszélni, az nyilvánvaló, hogy politikai elhatározás kérdése is. Sokszor egyébként ide nem kell semmilyen, sem államhatalom, sem pedig elnyomó hatalom, sem nagyhatalmak ahhoz, hogy a székelyföldi politikai önkormányzatok vagy helyhatóságok összefogjanak, és egymással sokkal szorosabb együttműködést fejtsenek ki. Nyilván erre számos kezdeményezés van. Ma gyakorlatilag a megyéknek az irányítása, illetve a városoknak az irányítása, és azt nyugodtan mondhatjuk azt, hogy szövetségesi keretrendszerben mozog. Egyébként idén Romániában választásokat is tartanak. Nyilvánvaló az, hogy azokat a pozíciókat, amiket a magyarság és így a székelyek is ezen a területen elértek, ezeket a minimális cél az, hogy ezeket meg tudjuk őrizni, és ezeket tovább tudjuk fejleszteni. Én is úgy gondolom, hogy igazgató úr is elmondta, egy-egy autonómiát nem lehet kívülről várni. Nem lehet
tehát az sem a székelyföldi, sem a parciumi, sem a vajdasági, és folytathatnánk tovább. De azért jó, amit mond, hogy egy autonómiát nem lehet kívülről venni, mert volt egy kis magyar világ 1952 és 68 között. Székelyföldön. A Maros-Magyar Autonóm Tartomány, igen. Igen, a Maros-Magyar Autonóm Tartomány, amit egyébként nem lett volna Sztálin, és nem akarta volna a románokat valamilyen szinten megrendszabályozni, akkor nem létezett volna. Ez így van. Más kérdés az, hogyha jobban megvizsgáljuk annak az autonómiának a történetét, nem volt az annyira fényes. Hát nem. Volt hát a zsidóknak magyar volt egy, az autó, és román vezetette, ahogy ezt mondták. A Szovjetunión belül a zsidóknak is volt egy autonómiájuk, Birobidzsán, erről kevesen tudnak Mongólia határainál. Nem biztos, hogy olyan sokan oda akartak költözni. De ettől függetlenül több volt, mint a semmi, és egyébként tehát Románia történetén belül is van hova visszanyúlni, és lehet a példákat keresni. De hogy visszatérjek az autonómia gondolatra, sem Budapesttől, sem Bukaresttől, sem a nagyhatalmaktól nem lehet elvárni az, hogy egy autonómiát felülről rákényszerítsenek egy területre, hanem igenis az ott élőknek a többsége kell, hogy kinyilvánítsa azt, hogy ezt az autonómiát ők szeretnék, el akarják kérni, politikai követelésé teszik, és gyakorlatilag a mindennapok közbeszédnek a tárgyává kell, hogy váljon ez, ami nap mint nap elhangzik. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból mind a Székelyföld esetében, mind pedig a többi autonómia kérdés esetében is még nagyon sokat kell közösen dolgoznunk. Ez jó csak akkor, amikor mondjuk van egy olyan többségi nemzet, amelyik retteg az autonómia gondolatától is, és retteg annak a szónak a pozitív kontextusú kiejtésétől, hogy magyar, mint ahogy ez például Romániában előfordul, akkor itt nagyon nehéz a közösség önrendelkezése alapján szerveződni. Románia úgy van, hogy nincs jelen pillanatban, tehát hogy én tavaly a román centenárium alkalmából kiadták az egyik Székelyföldről szóló könyvemnek a román fordítását, és Bukarestben tartottuk a könyvbemutatót, tehát nekem nagyon fontos volt, hogy szimbolikusan ennyit letegyek az asztalra, hogy az általuk tagadott Székelyföld igenis létezik, és ott akkor román értelmiségekkel beszélgettem, akik szegények azt sírták el nekem, hogy ők nagyon szeretnék a hazájukat, csak éppen nincs, tehát egyre imaginárisabb. Tehát Románia az egy konstruált ország, tehát egy konstrukció. A román identitás is egy konstruált identitás, tehát nem egy annyira szervesült identitás, mint például a magyar vagy a székely. És kezd kiürülni a tartalmából. Az 5-7 millió román vendégmunkás, aki eddig exodusként kiáramlott Romániából, az óriási hiányt hagyott maga után, tehát hogy az ő úgynevezett kulcsos gyermekeik, tehát akik a nyakukba hordják a kulcsokat, azok gyakorlatilag egyetlen jövőképük van, hogy elmennek ebből az országból. Tehát hogy ürül ki Románia ilyen szempontból. És a másik dolog, hogy az erdélyi autonómiát, legalábbis a fiskális autonómiát nem is a magyarok fogják kivívni, vagy legalábbis valószínűleg nem a magyarok fogják kivívni, hanem az erdélyi román vállalkozók. Tehát, hogy az évente megfutja magát egy térkép a virtuális térben, vagy a digitális térben, ami azt mutatja meg, hogy a befizetett és a visszakapott adók hogy aránya hogyan néz ki, és mindig, tehát a románok, az erdélyi románokról beszélek, elképesztően mérgesek, mert abból feketén-fehéren kiderül, hogy Románia egészét az erdélyi adóból tartjuk el, tehát hogy mindig kevesebbet kapunk vissza, mint amennyit befizetünk. Kialakult a kulturális transzilvánizmus melletti gazdasági transzilvánizmus? Hát ezt nem mondanám, hogy transzilvánizmus, mert ideig még nem jutottak el fejben, de hogy a Nyugati Városok Szövetsége például, ami elkezdődött egy ilyen típusú Bukarest ellenes a szervezkedés, az már egy lépés, vagy egy ebbe az irányba mutató lépés. Én úgy gondolom, hogy ez egy tarthatatlan állapot, tehát hogy Románia munkaerőpiacának a szerkezete nagyon egészségtelenné kezd válni, és a belső migráció az arról szól, hogy a regátból jönnek át a románok, főként a most is prosperáló nagyvárosokban, tehát Brassó, Temes, Kolozsvár, tehát hogy kezd felhúzódni oda egy ilyen élni akaró mag, aki nem egy éppen Olaszországban vagy Spanyolországban. Tehát, hogy
el fog billenni az egyensúly, és hát az emberek egy idő után nincs a zsebükkel szavaznak. Tehát ideig, óráig lehet magyar veszélyen riogatni, 2020-ban biztos fog működni ez a történet, mert Trianon, meg izért, tehát hogy ez egy magas labda, amit nyilván le fognak ütni. Bár a saját centenáriumokat képtelenek voltak megünnepelni, ez mutatja, hogy mennyire szétesik ez az egész román identitás történet. Tehát, hogy ki fog alakulni egy olyan típusú Erdély, amiben kevésbé lesz fontos az etnikai elv, inkább a gazdasági szervezőerő fogja összetartani. Bár az az igazság, és akkor itt most saját magamnak egy picit ellent mondok, én még olyan románnal nem találkoztam, akár milyen jó szándékkal is viszonyult volna hozzánk erdélyi magyarokhoz, aki ne húzta volna be a kéziféket, amikor azt mondtam, hogy Székelyföld területi autonómiája. Ezt valahogy nem tudják lenni. Na hát akkor itt az a kérdés, hogy akkor ez kinyitja az utat, amiről a főigazgató úr beszélt, mert valóban van egyfajta román beáramlás, és valóban azt látjuk, hogy Erdélynek és Székelyföldnek a környékén gyakorlatilag egyre több román vállalkozás jelenik meg, de hát ez mennyiben nyitja ki a magyarok lehetőségeit? Vagy a magyarság, vagy a székelység lehetőségeit? Én úgy tekintem, hogy ez egy adottság, és visszatérek ahhoz, amit államtitkár úr mondott, hogy nagyon sok a munkánk. Nagyon sok a munkánk a románok fele. A román politikai elit fele elmagyarázni, a helyi románoknak elmagyarázni, és ez nem fog úgy menni, hogy mi egymásnak mondjuk, hanem velük kell beszéljünk konferenciák keretében, román nyelvű kiadványok, román nyelvű fordítások, tehát úgymond egy feladat, munka, hogy érzékenyítsük. Hasonlóan kell az európai porondon is érzékenyíteni minden területen pici, apró lépéseket, és hogy úgymond minden területen mondhassuk. Én vitatkoznék egy picit igazgatóral, mert ezt már 30 éve próbáljuk. Tehát, hogy próbáljuk magyarázni a románoknak, hogy nektek is jó, nekünk is jó, és akkor ez win-win szituáció, valahogy nem akarják megérteni. Én szerintem nem elmagyarázni kell, hanem eladni. Tehát ma már azt a világot élünk, amikor a Székelyföld projektet el kell tudni adni. Tehát fel kell építeni márkanévként, és el kell adni kelet-svájcoként, tök mindegy miként. Tehát, hogyha ezt el tudjuk adni, hogy ez Romániának jó, most még jelen pillanatban Romániának jó az, hogy van egy Székelyföld brand és Székelyföld márkanév. Tehát jönnek a turisták, képesek vagyunk megszervezni. Itt jön az a munka, amit viszont nagyon el kell végezni. Tehát amiről beszéltél, hogy akkor meg kell csinálni ezeket az egy-két hetes turista útvonalakat, meg a Hargitát, ki kell építeni a sítcentrumot, meg mit tudom én, micsoda. Tehát, hogyha ezt sikerül megcsinálni úgy, hogy ez egy eladható termék, akkor fel fog kerülni a világtérképre. Mennyire akadályozza ezt a magyar mentalitás? Én azt gondolom, hogy ezt nem akadályozza, sőt, kicsit nehéz így beszélgetni, mert egymás elől veszük el a szót, és mind a hárman ugyanazt akarjuk elmondani, de kapcsolódni kell ez a gondolathoz. Hát, aki jön belőle valami államtitkár úr. Igazából, hogyha mondjuk a 10-es éveknek a nemzet, 10 és 20 között nézzük a nemzetpolitikát, akkor azt látjuk, hogy 10 és 14 között a magyar nemzetpolitikának az alapjait teremtettük meg. Ugye 2002 után volt egy erős visszalépés, 10 után pedig a nemzetpolitikai intézményrendszert, azokat a szimbolikus jogszabályokat alkottuk meg, amire gyakorlatilag lehetett alapozni. Ez a keretrendszer létrejött, és tartalommal, programokkal is meg tudtuk tölteni, és a hagyományos nemzetpolitika mellett, ami elsősorban a kulturális, vagy a kultúrára, oktatásra, identitás megőrzésre, megerősítésre törekedett, ami célt mindig is képviselnünk kell. Egyre inkább 14-15-től megjelent egy másik cél is, ez a szülőföldön való boldogulásnak a segítése, illetve előtérbe helyezése. A gondolat egyébként csak úgy, mint a kettős állampolgárságnak a gondolata, biztos sok helyen egyszerre született meg, de legalábbis ennek hangot először a Vajdaságban adtak. És Pásztor Istvántól hallottam én először ezt, illetve ő volt az, aki egy papírra a terveit lefektette, programpontokba szedte, és utána pedig úgy dolgozták át, hogy azt a magyar kormány elé lehetett tenni. Ennek a lényege az, hogy
hogy amellett, hogy az identitás megerősítésén dolgozunk, olyan gazdasági klímát, illetve olyan gazdasági feltételrendszert, programokat kell megalkotni, pályázati lehetőségeket, amivel a magyar vállalkozásokat, magyar vállalkozókat segítjük szerte a Kárpát-medencében, mert ezek a vállalkozók 4-5-10 családot tudnak eltartani a munkavállalóikon keresztül, akiknek a magyar vállalkozók, azt is megnéztük, hogy a magyar vállalkozók kb. 92%-a elsősorban magyar embereket foglalkoztat. És hogyha magyar embereket foglalkoztat, akkor magyar családokat tudunk helyben tartani. Magyar intézményrendszerbe, oktatási rendszerbe iratják ezek a családok a gyerekeiket, tehát gyakorlatilag egy magyar világot visznek tovább. És hogyha visszatérünk a Székelyföldhöz, valóban a legfontosabb az, hogy a székelyföldi fejlesztések, a székelyföldi gazdasági programok is, akár turizmusról, akár másról beszélünk, mind egységesen tudjanak megjelenni. Ezt egyre inkább egyébként a helyi vállalkozók, politikai vezetők is látják. Nem vagyunk attól messze, hogy ez meg tudjon fogalmazódni. Észreveszik, látják, tudják, egyre többen tudják már azt, hogy csak egységben tudnak megjelenni, mert mind területileg, mind pedig lakosságszámban egyáltalán ahhoz kicsi az az egység, hogy külön-külön más-más utakon járjanak. Fontos dolgot mondott az államtitkár úr, hogy csak egységben tudnak megjelenni és kezdenek rájönni, de hát azért, ha az elmúlt időszak történései, de különösen a szlovákiai parlamenti választás eredményeit nézzük, akkor felvetnek néhány fontos kérdést, hogy vajon és leginkább azt, hogy vajon miért növekszik az eltérés a külhoni magyarság nemzeti etnikai és politikai identitása között. Erről Pászkán Zsoltot kérdeztük meg, aztán folytatjuk a beszélgetést. Két fontos tényező fut itt egymással párhuzamosan és hat arra, hogy viselkedik a magyar választó. Új és új nemzedékek lépnek be a politikai porondra, olyan magyar fiatal nemzedékek például, akik gyerekként sem érték meg azt a harcot, amikor, tehát magyar iskolában végez Kassában, Kolozsváron, vagy bárhol máshol a határon túl, ő ezt egy természetes helyzetnek veszi, és úgy gondolja, hogy ő hát ez neki mindig, mindenkor megadatik, és megadathatott volna. Ezért úgy gondolja, hogy az elavult magyar pártok már nem elégítik ki az igényeiket, és megtalálja a maga kis rész érdekeit a román vagy szlovák pártokban. És megfeledkezik arról, hogy ahhoz, hogy ő ezt így, hogy így tudjon gondolkodni, ahhoz az kellett, hogy 30 éven keresztül küzdöttek ezek a most lenézett, lesajnált, úgymond elavultnak tekintett magyar szervezetek, a mindennapokban meg kellett ezért küzdeniük. És ez az új nemzedék a legkitettebb annak bizonyos értelemben, hogy elhiggye azokat a szirén hangokat, amelyek azt próbálják neki elmagyarázni, hogy ma már nem számít az etnikum, ma már nem számít a nemzeti hovatartozás, ma már egy teljesen más globális ügyek vannak. Miközben ezt a történetet már egyszer láttuk 40-es években, a kommunizmus nagyjából ugyanígy jelent meg a politikai színpadon, és nagyjából a kisebbségek körében, nagyjából ugyanazt a politikai értelmiségünk egy része ugyanez ilyen módon állt be egy gyilkos rezsim, egy gyilkos rendszer szolgálatában, mint ahogy most próbálják elhitetni velünk egyesek, hogy a nemzeti, és akkor is azt mondták, hogy a nemzetiség már nem számít, itt mindenki majd egy nagy testvériségben fog egyesülni. És már is bejön megint Magyarország, ugye mentsétek meg Romániát, szövetséget a Momentum támogatta, a Progresszív Szlovákiát Szlovákiában a Momentum támogatta, és arra biztatta a magyar szavazókat, vagy székely polgárokat, hogy szavazzanak ezekre a pártokra, és bizony ott tartunk, hogy Jakab Péter, ugye a Jobbiknak az elnöke, a Jobbik, amelyik a leginkább a magyar nemzet politikát szerette volna zászlójára tűzni, évtizedek közül
majdnem két évtizeden keresztül, most azt mondja, hogy oké, hát harcolni kell az autonómiáért, vagy a magyarok autonómiáért, de azért például a szavazati jognak a kérdését és a kettős állampolgárság kérdéséről bizony legitim lenne elindítani egy vitát. Na most innentől kezdve, hogyha Magyarországról ilyen üzeneteket is kapnak a külhoni honfitársaink, akkor bizony lehet, hogy ez tovább erősíti bennük az elbizonytalanodást. Én azt gondolom, hogy azért ezek az üzenetek messze nem érnek fel azokkal az üzenetekkel, amiket a kormány megfogalmazott, és ez két választás alkalmával, ami választáson részt vettek a határon túli magyarok, kivéve ugye a Szlovákiában élők nagy részét, akik nem lehetnek kettős állampolgárok, azért azt bizonyították, hogy a magyar kormánynak a törekvéseit messze menőkig támogatják, és egyetértenek, és azzal a nemzetpolitikával is, amit a magyar kormány folytat, vagy családtámogatási rendszerrel, amire csak felnézni tudnak, hát több mint 96%-ban a Fidesz-KDNP szövetséget támogatták. Az, hogy a Jobbiknak milyen az agóniája, és miket nyilatkoznak ki, az egy újfajta történelmi jelenség itt a magyar parlamentarizmusnak a történetében. Nyilván nem szabad lekicsinyelni ezeket a nyilatkozatokat, messze menőkig elítéljük, és nem értünk ezzel egyet. A parlamenti többség, döntő többség elítéli ezeket a dolgokat, és pont egy Jobbik elnök szájából hallani ezeket, hogy is mondjam, akik végigéltük az elmúlt két évtizedet, és akár parlamenti képviselőként, vagy más pozícióban végig dolgoztunk, megdöbbentő pont tőlük hallani, de egyébként a Jobbik szavazók, illetve Jobbik tagok véleményét is látjuk, hiszen a Jobbik gyakorlatilag a felszámolódás szélére kerül. Rendben van, államtitkár úr, és azt gondolom, hogy itt valóban nem a... Ez egy példa, ez egy negatív példa, tehát adott esetben a belpolitikai helyzetről ad egyfajta lenyomatot, de azért azt semmiképpen ne felejtsük el, hogy abban a Szlovákiában, ahol körülbelül annyi magyar szavazópolgár, magyar nemzetiségű szavazópolgár él, hogy aki ha mondjuk egy magyar etnikai pártra adná le a szavazatát, akkor bizony ott közel 10% lenne a magyarok képviselete a parlamentben. Ehhez képest most ott tartunk, hogy egyetlen egy magyar képviselő sincs a parlamentben, a szlovák parlamentben, és bizony erodálódik Romániában is a magyar képviselet. Főigazgató, nem így gondolja? Hát Romániában már az RMDSZ, vagyis a Romániai Magyar Demokrata Szövetség alól már nagyon régóta megy ki a választóréteg, tehát masszív választóréteg. Nekik van egy ilyen stabil 300-350 ezeres szavazóbázisuk, aki reggel, délbe, este, éjszaka, bármikor felköltik. Igen, és ennek örülnünk kell. Szavazni viszont valóban kopik, tehát hogy ez látható. Mondjuk együtt mozog itt a politikai a elkötelezettség a románokéval, tehát hogy azért érdekes megfigyelni Romániával, több tanulmány szól erről, hogy a magyarok szavazókedve az többnyire együtt mozog a románokéval, és hát ez a DNA betűszavú korrupcióellenes főügyészség az eléggé hazavágta a politikai életet Romániában, tehát gyakorlatilag megölték a politikai életet azzal, hogy elkezdték lecsukni a vezető politikusokat. Hát nem nagyon mernek politikai döntéseket hozni, tehát ami Romániában történik, az csak egy ilyen látszat politizálás, tehát egy kis fesztiválszerű cirkusz. Érdemi döntéseket nem nagyon hoznak, vagy nem nagyon mernek hozni, de egészen önkormányzati szintig lemenően nem mernek hozni, mert az ellentétes jogszabályi környezetben, egymásnak ellentmondó jogszabályi környezetben a korrupcióellenes főügyészség bárkit bármikor be tud vinni. Aztán ezen vakarja ki magát az ember, tehát 5 évig járja a bíróságot, láttunk már ilyent a székelyföldi előjárók esetében is, hogy aztán utólag kiderül, hogy ártatlanok, csak az a meghurcoltatás azért mégiscsak folyamatosan zajlik, igen, és akkor néhány évre félreteszik, és csiki-csukit játszol. Igazából, ha mélyre megyünk, én most nem biztos, hogy igazat mondok, de szeretném hinni, hogy ez az igaz. Nem vagyok meggyőződve róla. Tehát, hogy ha mélyre megyünk ennek az egész magyar választópolgári attitűdnek, akkor a legnagyobb problémája az erdélyi magyaroknak, a felvidékeknek nem biztos, hogy ez a problémájuk, bár szerintem nekik is hasonló, hogy nem igazán kínáltunk nekik jövőképet.
Tehát az elmúlt 30 évben az erdélyi magyar értelmiség, vagy elit, és a politikai elitről is bele, vagy azokat is beleértem, nem építettünk fel egy élhető jövőképet. Tehát nem tudtuk megmondani, hogy 2050-ben Erdély hogy fog kinézni. De ez egy hihetetlen felelősség. Hát most nem akarom... Ez speciálisan nem lehet áthárítani adott esetben a magyar kormányzatot. Magyar kormányzat mindent megtesz gazdaságilag, és... Csak helyettünk nem fogja tudni megoldani. Önök helyett, tehát az erdélyi értelmiség helyett nem tudja megoldani. Se Bukarest, se Budapest, erről beszélt államtitkár úr, meg erről beszélt igazgató úr is, hogy ezt nekünk kell, nekünk kellene kitalálnunk. Én 2000-ben, amikor ezt így a kolozsvári értelmiség, akkor éppen csúcs értelmiségi voltam én Kolozsváron, és ezt így szemükbe mondtam, hogy én értem, hogy ti most mindenfajta előjogokat követeltek, de az elmúlt, nem tudom, 20 évben, hogy a bánatban nem voltatok képesek egy élhető jövőképet összerakni. Én akkor jöttem ki az egyetemről, ifjú titán voltam, tehát hogy akkor még így beleálltam ebből a történetbe, akkor nagyon gyűlöltek ezért, de hát eltelt 20 év, és nem volt egy élhető jövőkép. Most eltelt 30 év, és még mindig nem tudjuk megmondani, hogy 2050-ben mit szeretnénk látni Erdélyben, vagy Székelyföldön. Nincsenek egyenes válaszaink erre, nem is igazán merünk, tehát hogyha megnézzük most az erdélyi politikai elit, az vagy besodor Budapest alá, ami egyébként érthető, mert hogy most Magyarország annyira megerősödött, nagyon helyesen, hogy egyfajta ilyen védhatalmi státust tud biztosítani, vagy pedig, amiről Pászken elemző úr is beszélt, van egy nagyon szűk réteg, aki elment egyszerűen hasznos idiótába. Tehát ez az új marxista vonal, ez most Kolozsváron, a fiatal egyetemisták, PhD-sak körében egy nagyon hangos csoport. És a... Globalizációs jelenség. Hát, de ez ugyanez a momentum, tehát ez az identitás nélküli, vagy az identitásváltó, vagy az identitásokat éppen szétverő hasznos idióták, most az idézőjelben mondom a hasznos idiótákat, ugyanis cserébe nem kínálnak semmit. Tehát én az alternatívát még nem láttam. Annak idején értem én a sok oldalon fejlett szocialista embertípus kísérletét, vagy éltük mindannyian, nem lett belőle semmi. Hogy most éppen milyen az a nyitott társadalom, nyitott embere történet, miről szól, erről se tudunk most pontosabban semmit, de hogy ők eltolódnak, és ebben Pászkának igaza van, hogy rémisztő ez a párhuzam. Tehát, hogy... Van egy még egy rémisztő dolog, hogyha belegondolunk abba, hogy a román politika mindig is azért viselt magán egyfajta bizantin jelleget, és hihetetlenül jól csinálták egyébként, annak ellenére, hogy azért vannak ilyen nagyon komoly válságjelenségek, és ez a védhatalmi státusz adott esetben olyan dolgokat hozhat elő a román elitből, amelyek mondjuk hisztérikus módon jelennek meg, amik még nagyobb bajt okoznak. Okoznak baj, de én visszatérnék, hogy magunkban nézzünk egy kicsit, mert ha csak a számokat nézzük, a választásokon való részvételt, akkor például van 370 ezer magyar szavazó Szlovákiában, kevesebb, mint 200 ezeren mentek el, nagyobb része a magyar közösségi összefogásra, kisebb része a vegyes pártra szavazott, egy része pedig valamelyik szlovák pártra. Erdélyben inkább magyar pártra szavaznak, de ugyancsak valamivel kevesebben mennek el szavazni, mint a románok. Igaz, hogy ez hullámzik, van, amikor egy picivel többen, de a lényeg, hogyha úgymond mi valamit akarunk, akkor itt közösen külhoniak és Magyarország ki kell találjuk, hogyan lehetne ezt minimum 10%-kal feljebb vinni, mert akkor tudjuk bizonyítani, hogy akarunk valamit. És ehhez kell kitaláljuk, kutatók, politikusok, közigazgatásban dolgozók itt és ott is, hogy hogyan lehet a kisebbséget revitalizálni, hogyan lehet mozgósítani, és nem csak a kampányidőszakában, hanem hogyan tudunk társadalmat építeni, és akkor annak eredményeit látva menjenek el a szavazók. És még egy gondolat csak, mert természetesen mondhatjuk, hogy hát a magyarok Erdélybe, felvidéken élnek, ez így is van. Jobban megnézzük, településen élnek, kis régióban élnek. Ezeket kell revitalizálni, itt kell kitalálni a politikákat. Főigazgató úr jelentkezett. Igen. Erről eszembe jutott egy történet, ez a közösen, meg együtt, meg Székelyföld. Most már elmondhatom, amúgy sem volt államtitok, hogy én a megelőző munkahelyemen kaptam egy ilyen feladatot, hogy meg kellett menteni az erdélyi legnagyobb magyar médiavállalkozását, és újra kellett az egészet gondolni. Ezt az Erdélyi Médiatér Egyesület tulajdonai is próbálja működtetni, ahol engem beküldtek ilyen, hát eleve ezt az egyesületet valamikor én hoztam létre, de visszaküldtek úgymond erősíteni a csapatot, és eldöntöttük ott közösen, hogy
Hargita megyében, ez ugye Székelyföld egy kicsi megyéje, ne 4 napilap legyen, vagyis 3+1 Maros-Széken, hanem 1. Tehát, hogy csak 1 napilap járjon, egy regionális kis napilap, ennek az a neve, hogy Székelyhon. És rögtön kitört a parasztlázadás a szerkesztőségben. Tehát az udvarhelyi szerkesztő azt mondta, hogy őt nem érdekli, mi történik Csíkban. És akkor mondtam én azt eléggé határozottan, hogy mi az, hogy Csíkban, még az is érdekelni fog téged, mi történik Gyergyóban. Ami pedig tényleg a világ túlsó végén van, mármint hogy a hegy túloldala. Szóval, hogy innen kell ezt felépíteni, ezt az egész Székelyföld történet, ez a székelyföldi elit. Hihetetlen érdekes. Én úgy érzem, hogy egy picit szomorúra sikeredett ez a beszélgetés, lehet, hogy rosszul érzem, de egy valami a végén nagyon-nagyon fontos dolog elhangzott. Tehát, hogy jövőkép, talán a jövőkép ott jelenne meg először a külhoni magyar politikában, hogy a székelyudvarhelyét érdekelje, hogy mi történik Csíkban, és mi történik Gyergyóban, és aztán ezzel nagyot lehet előrelépni. A kormány pedig megtesz mindent. Ha már itt vagyunk a tévében, akkor azt is hangsúlyozzuk ki, hogy sok szempontból egységes a Kárpát-medence most már, de média szempontjából sem mindegy, hogy állunk. És hogyha ezt az egységet tudjuk erősíteni, akkor sokat lépünk előre. És ezt önöknek hát is mindenkinek most így a Trianon 100. évfordulón azért csak mondjuk el, hogy a magyar nemzet az elmúlt nem akármilyen 100 év után ott tart, ahol van. Ez azért elég reménykeltő. Úgy legyen. Köszönjük szépen. Önök az Ez itt a kérdés látták műsorunkat, visszanézhetik a mediaclick.hu-n és követhetnek minket a Facebookon is. Holnap pedig a himnusszal foglalkozunk, Erkel Ferenc himnusza, bármilyen meglepő, másképp hangzott, mint ahogy ma előadják. Az ünnepségeken, sporteseményeken elhangzó zenemű ugyanis egy átirat, de mennyire különbözik a két zenemű egymástól, és miért lett közügy a himnusz előadási módja? Többek között ezekre a kérdésekre is keressük a választ az Ez itt a kérdés következő adásában. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!